Váci 8-as, 9-es és 10-es választókörzetek képviselői szerint 2010 és 19 között Deákvárra jutott a legkevesebb pénz, ezért jóval több figyelmet kellett fordítani erre a városrészre. Tótváradi Nagy Bence, Molnár Nándor, Rozmarink Sándor 2022-es évi tevékenységükről tartottak zárszámadást. 237 millió forintot ítélt meg az állam rezsitámogatásra Vácnak. Ez nagyjából a költségek egyharmada, ugyanakkor 500 millióval többet von el idén szolidaritási adó címén, állítja a Városháza. Tovább nőhetnek az élelmiszerárak az enyhe tél miatt. Nem csak a klímaváltozás okoz bajokat, hanem a megnövekedett árakkal is számolniuk kell a gazdáknak és a térség termelőinek is. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! A Váci 8-as, 9-es és 10-es választókörzetek képviselői szerint 2010 és 2019 között a kormánypárti többségű önkormányzat a legkevesebb pénzt erre a városrészre költötte, ezért a fejlesztésekből is rendre kimaradt Deákvár. Tótváradi Nagy Bence, Molnár Nándor, Rozmarink Sándor útfelújításokról, intézményi eszközfejlesztésekről, parkok rendbetételéről számolt be, kiemelve, hogy 2022-ben 100 milliós nagyságrendben érkeztek felújítások és fejlesztések, a létszámát tekintve egyre gyarapodó városrészbe. Tótváradi Nagy Bence elmondta, erre több kis gyermekes család költözik a városrészbe, ezért kiemelt ügynek tekintik az önkormányzati szolgáltatások színvonalának emelését. Ennek megfelelve új játszóeszközöket helyeztek el az óvodákba, a parkokba pedig megújuló energiaforrással működő lámpákat, szemeteseket, valamint kutya őrülékgyűjtő edényeket is kiraktak. Itt is előre haladás történt az utak állapotában, állítja a 8-as választókörzet képviselője. A 8-as számú választókörzetben lezajlott több külső lakóterületi útütemezett karbantartása, többek között a Fürth utca és az Alsó-Törökhegy út is új burkolattal lett ellátva. Szintén ebben a körzetben valósult meg az elmúlt 15 év legnagyobb városi járdaépítése, itt a Landerer utcában, mintegy 275 méter hosszúságban. A játszótereink közül a béketéri, valamint a Kresszparki játszótér a felújítási munkálatok mellett több komfortnövelő fejlesztéssel is el lett látva, többek között lámpák és napvitorlák is kerültek a kisgyermekes családok által kedvelt közterekre. Molnár Nándor az itt élőkkel folytatott párbeszéd fontosságát hangsúlyozva beszélt az M2-es autóút északi szakaszának állami fejlesztéséről is, amihez a városrész a Gombási úti csomóponttal csatlakozna. A 9-es körzet képviselője szerint a köztéri bútorok és a tömegközlekedés terén is sikerült olyan fejlesztéseket végrehajtani, amik tovább javítják az itt élő komfortérzetét. A 9-es számú választókerület életében több olyan programot is elindítottunk, ami aztán városi szintűvé szélesedett. Az egyik ilyen a köztéri padok helyreállítása, cseréje és lefestése. A másik pedig az a kandeláber program, ami szintén az itteni lakosok javaslatára kezdődött el. A kandelábereket kijavították, lefestették, és gyakorlatilag ezt utólagosan aztán a szolgáltató ilyen jellegű munkája is követte. Ugyanakkor a város és életére kihatással vannak olyan megállapodások, amelyeket a város testületek köt vállalkozókkal. Ezek között az egyik olyan, aminek révén 7 új utasváró felépítménnyel gazdagodik a város. Megújult utakról, balesetveszélyes járdaszakaszok rendbetételéről, vízzel vezető árkok takarításáról és közvilágítás fejlesztéséről számolt be a 10-es körzet képviselője. Rozmarink Sándor kiemelte, köztéri padokat telepítettek a Gombási lakótelepre, a szolgáltató házak elé parkolóhelyeket festettek fel, de a hiányzó utcanévtáblákat is pótolták. Az elmúlt évek legnagyobb deákvári beruházása valósult meg a 400 méter hosszú Fűri utcai burkolat cserével. 100 méter hosszan megújult a Sejcei agyagbánya előtti legkritikusabb útszakasz. A DCM és az önkormányzat együttműködésének az eredményeképpen. Ugyanilyen együttműködési szerződés segítségével 600 tonna bányai kő felhasználásával 13 külterületi út és dűlő tettünk járhatóbbá. Kőszórásos technológiával javítottuk ki a Szarvasbogár utca, Jóhegyi út, Kisgombás utca,
és a Téglaház földútjait. A Csipke-Rózsa utca és a Téglaház úti vízelvezető árkok újra kialakításra kerültek, és megkezdtük a Sejcei út melletti vízelvezető árkok gépi tisztítását. Rozmarin Sándor hozzátette, a választókerület házi orvosi rendelőjét is ellátták egy nagyértékű EKG berendezéssel, de a cementgyárral is sikerült megállapodni, aminek hozományaként idén 21 agyagbánya mellett élő család jut biztonságos áramellátáshoz. Szerdán még Vác térségében is veszélyes értékekről számolt be a híradó, azóta viszont szinte mindenhol kitisztult a levegő az országban, már csak 2 mérőállomáson mértek a szállópor miatt kifogásolható levegő minőséget, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön közzétett adataiból. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek estétől azonban újra nőhet a szállópor koncentrációja. A Földművelésügyi Minisztérium egy korábban közzétett közleménye szerint tévedés azt hinni, hogy a légszennyezés nagyobb részét a közlekedés vagy az ipar okozza. A rendszerváltást követően ugyanis a környezetszennyező gyárak jelentős hányada leépült, az új üzemek pedig már korszerűbb berendezésekkel működnek, és a gépjárműpark károsanyag kibocsátása is sokat javult. A levegőszennyezés 70%-áért télen a lakossági fűtés tehető felelőssé. Az elszabadult rezsiárak manapság ugyancsak kedvezőtlenül hatnak a trendre, ahol a háztartásokban kevés a pénz, sok esetben használt bútorlapok és egyéb szemét is a kályhába kerül. A lignit például a csóde az egyik legnagyobb okozója a kisméretű szállópornak, vagy ahogy a szakemberek hívják, a PM10-nek. Ha szeméttel tüzelnek, rákkeltő anyagok tömkelege kerülhet a levegőbe. A PVC égetésekor például olyan anyag szabadul fel, amit az első világháborúban még harcigázként használtak. Rossz levegő minőség esetén a gyermekeknél, az időseknél, a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknél, valamint a várandós kismamáknál légúti panaszok jelentkezhetnek, de az erősen szennyezett levegő tartós belélegzése akár maradandó egészségkárosodást is okozhat. Január 2-án vált nyilvánossá a 10 000 lakosnál népesebb városok központi támogatását tartalmazó lista, amelyben összesen 44 milliárd forintot oszt el az önkormányzatok között az állam. A kiadott közlemény szerint Vác valamivel több mint 237,5 millió forintot kap a kötelező feladatok ellátására. Az összeg első hallásra ugyan nem kevés, de az idei évben várható rezsinövekedésnek alig több mint 30%-át teszi ki, derül ki a Városháza közleményéből. A sokszorosára nőtt rezsiárak és az elszabadult infláció miatt az önkormányzatok többsége nem képes kigazdálkodni az energiaköltségeik finanszírozását. Ezért a települések, többek között Vác is központi támogatást igényeltek azokon a tárgyalásokon, amelyeket a miniszterelnökség illetékeseivel folytattak. A kötelező feladatokat ellátó váci intézmények idei nettó gáz, áram és távhőköltsége a takarékossági intézkedések mellett is közel 800 millió forinttal nő az előző évihez képest. Az állam ennek a pluszkiadásnak nagyjából az egyharmadát állja a megítélt 237,5 millió forinttal, eközben viszont a városra kirótt szolidaritási adót 500 millióval, vagyis a támogatási összeg több mint duplájával emelte meg a kormány. Az idei influenza járvány korábban jött, és az eddigi tapasztalatok szerint intenzívebb is a szokásosnál. A járványhelyzetet tovább súlyosbítja, hogy az influenza 2 másik vírussal, az RSV-vel és a Covid-dal egy időben jelentkezik. A hosszú téli szünetet követő iskola újraindulás előtt különösen fontos, hogy gondoskodjunk a legnagyobb kockázatnak kitett csoportok védelméről, amelyek eszköztárába a megnövelt szintű higiénia mellett az oltás is beletartozik, hívja fel a figyelmet a házipatika.hu. Magyarországon a megszokottnál korábban és gyorsabb felfutással indult az idei légúti fertőzések szezonja. Nem csak az influenza okoz egyre kiterjedtebb megbetegedéseket, megfigyelhető közben az RSV és a Covid együttes terjedése is. Ahogyan a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatójából kiderül, már a 48. héten kétszeres gyakorlisággal tapasztaltak influenza-szerű megbetegedéseket az egy évvel korábbihoz képest. A következő hetekben várhatóan tovább nő a 3 említett légúti vírus jelenléte, egyre többen jelentkezhetnek az orvosnál influenza-szerű tünetekkel.
A korábbi járványkorlátozások miatti gyengébb nyári immunitás indokoltá teszi a megelőző védőoltás mielőbbi felvételét. Az influenza jellegzetessége, hogy a járványt évről évre más-más vírustörzsek okozzák, így a vakcinát is minden évben újra kell gyártani. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, ezúttal a célzás pontos volt, sikerült eltalálni a dominánsan terjedő influenza vírustörzseket, hozzájárulva az idei vakcina várhatóan kiemelkedő hatékonyságához. A legfrissebb adatok szerint akut légúti panaszok most főként a fiatalok és a gyerekek körében jelentkeznek. A megfertőződés esélyét a következő hetekben a nagyobb ünnepi összejövetelek is növelhetik, de az igazán veszélyes időszak a szakemberek szerint a hagyományosnál hosszabb téli szünetet követő iskolakezdés után jöhet. A védekezést a gyakori kézmosás, a rendszeres szellőztetés és a már említett megelőző oltás segíti. A szakértők arra is figyelmeztetnek, betegen ne menjünk közösségbe, és influenza-szerű tünetek jelentkezése esetén kerüljük a 2 évesnél fiatalabb gyermekeket, valamint a 60 év felettiekkel történő érintkezést. A fertőzések száma jelenleg felszálló ágban van, egyelőre nem érte el a csúcspontot. Az influenza és koronavírus vakcinák egyébként adhatók egyszerre is, ilyenkor az oltási reakciók gyakorisága 8-10%-kal ugyan magasabb, ez azonban a közhiedelemmel ellentétben nem az immunrendszer terhelését jelenti, hanem éppen az adott kórokozókra történő immunitás kialakulásának a jele. Az év hideg időszakához képest az idei tél is szokatlanul enyhe. Bár a fűtésszámlának kedvez a jó idő, azonban a meleg rekordokat döntögető időjárás nem csak a mezőgazdaság számára jelent kihívást, hanem a méhészeknek is komoly gondot okoz. Vác térség mezőgazdaságának jellemző terménye a tradicionális bogyósgyümölcs termesztő gazdaságok mellett az őszi búza, a napraforgó, a kukorica, valamint az őszi és tavaszi káposzta repce. A klímaváltozás azonban enyhe telet és kevés csapadékot hozott idén. Ez visszafordíthatatlan hatást gyakorol a mezőgazdaságra, mondja Kittlinger Kálmán közgazdász. Borzasztó hatása van, mert gyakorlatilag ugye nagyon enyhék a telek, a kórokozó kártevők nem fagynak ki, ezáltal ugye sokkal több növényvédőszert kell használni, ez egy nagyon nagy többletköltség a gazdának, akkor ugye nem fagynak szét a szántások megfelelően, ezáltal ugye több gázolajat kell felhasználjunk a talajnak a megművelésére is, és itt még mivel több a munkaművelet, ezáltal nem csak a gázolaj költség a több, hanem nyilván nagyobb az amortizáció a gépeknek, nyilván az ember költség is sokkal nagyobb. Plusz, ami még nagyon fontos, az az, hogy sokkal többet járjuk a földet, sokkal nagyobb a taposási kár ezáltal, és ez is szoros összefüggésben van avval, hogy ennyibbek a telek. A közgazdás szerint az extrém meleg és a megnövekedett energiaárak miatt idén jóval drágábban juthatunk majd az alapélelmiszerekhez is. Mire lehet számítani? Hát én nekem az a meglátásom, hogy ez az év, ez a mezőgazdászoknak egy vízválasztó lesz gyakorlatilag, mert ugye ráadásul még az input anyag árak is az egekbe, ezt nem követi a termény felvásárlási ár, ugye itt volt a nagy aszály, ugye kevesebb is termett, és ugye az egy dolog, hogy kevesebb termet, és ezáltal ugye drágában adják a mezőgazdászok el, mivel ugye nekik meg drágában kell megvenni az input anyagot, ezáltal az én nagyfokú drágulást várok. A tavaszias idő kicsalogatja a kaptárból a méheket is, ezért nem meglepő, hogy a napokig tartó 10 fok feletti időben több helyen is lehet már velük találkozni. A fő probléma az idő előtti kirepüléssel az, hogy előbb kimerülnek a rovarok. Korábban kezdik el a szaporodást, ezzel az atkák is korábban támadják a családokat, mondta el a Híradónak a Vác környéki méhész. Nincsenek téli fagyok, nem áll meg a természet, és nem áll meg, nincs a vádok. Tehát nem szűnik meg a méhenek betézése. A normális esetben, valamint évvel ezelőtt, októberben már leálltak a betézések, tehát volt egy nyugalmi időszak, tartalékolták a venetjájukat, és amikor január 1-én február elején elkezdett indulni a mészalád, akkor jött egy folyamatos fejlődés. Most folyamatosan betéznek az anyák, ami azt jelenti, hogy a mészalád gondozza a fiasítást, ami azt jelenti, hogyha kint esetleg ingadozik a hőmérséklet 0-fokokra, akkor is benn 35 fokot tart a
a kaptár belsejében, a fűt belsejében nincsenek. Katasztrófa, és nem lehet ellene mit csinálni. Drágulás várható a mézpiacon is, mivel az időjárás nem kedvezett a termelőknek. A viszonylag enyhe és csapadékszegény tél miatt kevesebb termés várható, ugyanakkor a méhcsaládok egy része is legyengült vagy elpusztult az utóbbi hónapokban, mondják a méhészek. Január 9-én hétfőtől újból látogatható a Váci uszoda, olvasható a város honlapján. Mint ismert, a rezsijárak miatti önkormányzati döntések legutóbbi módosításánál felhatalmazták a polgármestert, amennyiben a sportért felelős államtitkárság az uszoda üzemeltetésének költségeihez visszanemtérítendő támogatást ad, saját hatáskörben döntsön az uszoda újbóli kinyitásáról. Mivel a támogatás megérkezett az önkormányzathoz, Matkovics Ilona döntése értelmében január 9-től ismét látogatható a létesítmény. A 2022-es szezont egy izgalmas kategóriaváltással záró Liszka Roland nagy tervekkel és lendülettel kezd neki 2023-nak. A Hunda Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT támogatását élvező motorpilóta nem tétlenkedik, már ezen a hétvégén pályára gorul a Super Enduro GP német fordulóján. Az elmúlt hetekben Roland elszántan készült az új év első versenyére, és egy szép eredményben bízva utazik Rízába, ahová reményei szerint sok magyar szurkolót lát majd a lelátókon. A fiatal tehetség az előző lengyel futamon a junior világbajnokságban indult. Bár nagyon tetszett neki a közeg, végül úgy döntött, hogy mind a hétvégi német, mind a budapesti futamon, még az Európa kupában méretteti meg magát, majd az utána következő lengyelországi eseményen már ismét a junior VB mezőnyében indul el. Liszka Roland idén szeretne eredményes lenni az Európa kupában, mellette pedig a juniorok között is jól szerepelni. Ami a távlati célokat illeti, örülne, ha teljes szezont tudna futni a junior VB-n, lehetőleg egy top 5-ös eredménnyel, majd idővel elérni a presztízs kategóriáig, nyilatkozta az ifjú versenyző. Szombaton kissé hűvösebbre fordul az időjárás, a Dunakanyarban ködösen indul a reggel, szinte egész nap párás felhős viszonyokra lehet számítani. Vasárnap hajnalra 0 fok körül alakul a hőmérséklet, majd napközben 8-9 fokot mérhetünk, időnként pedig egy-egy jelentéktelen zápor is kialakulhat. Hétfőn heves szélre és esőkre van kilátás, napközben 6 fok lesz a legmelegebb. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntekesti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!